Halló! Sziasztok, srácok! Jó reggelt kívánok! Hétfő 8 óra van, így hát prog egy labor. Most mondanám azt, hogy folytatjuk, de igazából elkezdjük a könyvet az első fejezettel, vagy hát pontosabban a másodikkal a eredeti, vagy hát a hivatalos könyv számozása szerint. De hogy fixen legyen, a Turing fejezetet fogjuk most feldolgozni. Sziasztok, jó reggelt! Na most, hogy mi indokolja ezt? Két dolog. Egyrészt az, hogy laborokon nem biztos, hogy 100%-osan át tudtuk ezt beszélni. Igazából még talán az első fejezetet igen, tehát ott azért olyan nagyon bonyolult dolgok nem voltak. De a többi fejezetnél azért már voltak olyanok, amiket nem tudtunk ott laboron teljes mélységig átbeszélni. Volt olyan laboron a több kérdés, volt olyan kevesebb, és hát nem tudtuk teljesen. Úgyhogy az ennek a célja, hogy most feldolgozzuk az első három fejezetet is, ami még nem volt itt a csatornán. Legyen róla egy videó, bárki meg tudja nézni, át tudjátok futni. És az alapján még a fél év végéig tudtok javítani a könyveken. Jó? Illetve majd megnézzük a negyedik vagy ötödik fejezetet, mindegy a Mandelbrot fejezetet is, mert ott a könyvekben érzek egy kis gyengelkedést, úgymond. Jó? Jó reggelt, szevasz, para! Pörgessük a jellétit. A e-learningen megint elfelejtettem csinálni, de most óra után fogok, vagy hát óra után mondjuk e-sport óra lesz, de fogok csinálni még ma, és akkor azt a héten bármikor be lehet kattintani. Jó? De pörgessük itt is a jelenlétit, mert az a biztos. Oké, és ugye nyomjuk redundánsan a dolgot. Itt is itt van, e-learningen is ott lesz. Tehát baj biztos nem lehet ebből. Jó. Oké, és na, a folyamat során bármikor tehettek fel a kérdéseket, akár a fejezettel kapcsolatban is, bár szerintem itt az elején még olyan a nagy nehézségek nem lesznek. Ezzel a Turing fejezettel kapcsolatban problémákat nem láttam, ugye múlt héten átnéztük a könyveket. Igazából csak egy-két helyen volt, ahol gyengédkedést éreztem, mármint hogy egy-két könyv esetén, de szerintem az nem azért, mert nem volt érthető. Hello, Captain Claude. Oké, szóval rendben lesz szerintem ez a fejezet, de azért fussunk végig rajta. Nyugodtan lehet kérdezni itt a chatbe, vagy akár Discordon is. Bár inkább a chatet nézem jobban, szóval ott kérdezzetek. Na, és akkor most, hogy fölvezettük egy kicsit, remélem már úgy nagyjából meg is érkeztetek. Nézzük akkor át ezt a fejezetet. Érdekes. Oké, jó. Szóval nézzük át akkor, hogy miről is szólna a fejezet. Ugye itt van nekünk ez a könyv. Ehhez a fejezetekhez még én sem nyúltam, ez az én verzióm, ezt nyugodtan letölthetitek az én GitLabomról. Ez az első fejezethez még én sem nyúltam. Flores, most tőlem kérdezed? A következő órán kérdezd, ha tudsz jönni 10-től, akkor ott nyugodtan beszélgethetünk erről, e-sport óra lesz. Jó. Tehát ez a fejezethez még én sem nyúltam, ez még a gyári állapot, úgymond. Tehát semmi különös. Ugye itt látjuk, hogy milyen feladatokat kell csinálni igazából. Ennek néhányat ezek közül megcsináltunk már Beprogon is, a változó felcserélését, illetve a szóhozt, bár ott nem a Bogomipsből kiindulva, hanem csak úgy, illetve volt a PageRank feladat is, de ugye ott annyi volt a különbség, hogy ott nem volt kötelező, ott ugye csak pluszpontot lehetett érte szerezni, de nyilván volt, beszéltünk róla a laborokon. Jó, amit rögtön láttok, szerintem, hogy az előadás feladatok nincsenek itt, ez nem véletlen, azt nem fogjuk átbeszélni. Jó. Na, úgyhogy kezdjünk is bele. Mit mond nekünk az első feladat, tehát mit kér? Ugye írjunk olyan C
C, nagyon fontos, C végtelen ciklusokat, amelyek 0, illetve 100%-ban dolgoztatnak egy magot, és egy olyat, ami 100%-ban minden magot. Hát az, hogy most mag vagy szál, ugye itt lehetne most ezen egy kicsit vekengeni, szerintem nem érdemes. Jó szálakra gondolunk, mert nyilván mondjuk egy olyan interprociban, amiben van hyperthreading, ott ez kicsit máshogy néz ki. Tehát ott nem, tehát a szálakat kell itt most nekünk nézni. Jó? Oké, és szóval hát itt azért még szerintem olyan atomfizika azért nem jelenik meg, de azért nyilván csináljuk meg, nézzünk rá. Ugye kiiratni semmi különösen nem akarunk, igazából tényleg csak egy mainünk lesz. Hoppá. Mentsük is el rögtön az elején. Hát itt megint létrehozok egy mappát, így óra néven, és akkor ide fogok dolgozni. Ugye ez lesz a... Hát legyen ez a sima. Így első körbe, tehát ami simán csak 100%-on pörget. És akkor itt élünk egy nagyon egyszerű kis for ciklust. Bocsánat csak. Jó, írunk egy nagyon egyszerű kis for ciklust. Reméljük így korán reggel nem rontjuk már el rögtön. És tulajdonképpen nagyjából ezzel meg is vagyunk, de azért fordítsuk le. Jó, na a program elindul, de ugye hát jó lenne látni is valamit. Nézzünk is rá, hogy mit mond nekünk a rendszermonitor. Mondja, hogy hát igen, itt most elég magas a processzor terhelés, itt Linuxon én CPU-ból szoktam streamelni, legalábbis most így van beállítva, mert ugye nyomtuk a TensorFlow-s példákat, ott meg nem lenne szerencsés a GPU-t még a streammel is terhelni. Nem lenne túl jó. De látjuk, hogy egy magot terhel nekünk itt 100%-osan ez a kis program. Ugye erre le tudjuk kérni a top parancsot is, és akkor látjuk, hogy ez az IM100 terheli nekünk 100%-ba az egyik processzor szálat. Jó? Na most nekem egy kicsit, hogy belemenjünk így a hardware-be is, nekem egy 9700-as Intel proci van, tehát ez az i7-9700. K, talán. Na most arról tudni kell, hogy az 8 mag 8 áll, tehát abban nincsen hyperthreading, ugye akkor jött ki azt hiszem a 9900K, ami annyival tudott többet, hogy abban volt hyperthreading, és akkor ha jól emlékszem, de gyorsan ránézek, az ugye már 8 mag 16 szálat használ. Egy pillanatot, hogyha vártok, akkor ránézek. 9009K, igen, az 8 mag 16 szál, mondom ennyivel különbözött, hogy volt benne hyperthreading. Na most ott nyilván nem 8 ilyen egységet látnánk, hanem 16-ot, és akkor ott máshogy néz neki a dolog egy kicsit, de mondom ebben az én processzoromban nincs hyperthreading, tehát ez ennyi. Jó, de itt rögtön látjuk, hogy itt azért egyébként is dolgozik a processzor, de ugye ezt az egyik szálat itt szépen kiterheli. Na, oké is. Na, hogy mit kér a feladat? Ugye sokan láttam, hogy igazából a szöveghez nem nyúltak hozzá. Na most az a szöveg, ami gyárilag itt van, ezt nyugodtan akár ki is lehet egy-egybe törölni. Hát mondjuk ezt a felvezetőt talán ne, mert miért törölnénk ki, de nyugodtan ki lehet törölni, meg lehet írni saját magunk. Igazából úgy is tökéletes. Jó? És akkor akár erről egy ilyen kis képernyőképet be lehet tenni, akár a top parancsról is, ugye nem kell ezt így szépen formázva, elég, hogyha erről csináltok egy képernyőképet. Szerintem az is tökéletes. Jó? Ezeket hiányoltam igazából a könyvekből. Jó, tehát ezek szerintem legyenek. Oké, és na hát ezt most kilövöm, és akkor folytassuk.
mentsük el más néven, mondjuk legyen ez a inf 0, csak ilyen találóan, mert ugye a következő a kérése az a feladatnak, hogy legyen egy olyan, ami 0 százalékban dolgoztat. Na most ez lehet, hogy egy kicsit fura lesz. Aj, bocsánat. Lehet, hogy ez egy kicsit fura lesz, de igenis van ilyen processzorszál is. Hát régebben is mi zombi üzemmódnak hívtuk, vagy ilyen zombi processznek, ami csak ott a háttérben van. És valamit csinál. De most erre használhatjuk a sleep-et, ami tulajdonképpen azt csinálja, hogy ezt a szálat altatja. Na most nézzük meg, hogy a man az mit is csinál. Mindig elfelejtem, hogy hanyadik lapon van. Szerintem 3. Így van. Jó, tehát nézzük meg, hogy mit csinál a sleep. Ugye nagyon egyszerű a dolog. Ugye itt rögtön látjuk, hogy hogyan is kell használni. Ugye itt ez a Linuxos sleep, ez egy integert kér, ami hát seconds néven fut, és akkor itt azt csinálja, hogy a sleep a hívási szállat, tehát azt a szállat, ahol meghívjuk a sleep-et, annyi ideig altatja, amit paraméterül mondtunk neki. Ugye? Igen. Vagy amíg érkezik egy szignál, tehát egy jel, ami ezt úgymond megszakítja, vagy hát semmisé teszi, és nincs ez a szignál ignorálva. Mindegy, ez most részletkérdés, lehet, hogy fogunk majd ilyen kis szignálozást is csinálni később, ezt majd meglátjuk. Most ami biztos, hogy ez a sleep annyit csinál, hogy a hívási szállat, tehát azt a szállat, amit hívtuk, valahány másodpercig altatja. Ami a lényeg, hogy ide másodpercet kell megadni. Jó, van ilyen U-sleep, meg mit tudom én, a millisekundumokat, van a Java-ban a sleep az, ha jól tudom, ilyen millisekundumokat kér. Meg kell nézni mindig a dokumentációban, hogy mi az, amit itt kér nekünk paraméterül. Jó, tehát ez a sleep 1, ez igazából azt fogja csinálni, hogy ezt a végtelen ciklust, tehát ezt a szállat altatja egy másodpercig. Jó, aztán megint lefut a ciklus, megint alszik egy másodpercig, tehát igazából aludni fog. Jó. Amint ne felejtsünk el, hogy dobjuk be ezt az include-ot, mert a sleeve ebben van deklarálva, hát az, hogy definiálva is, azt nem tudom, de deklarálva biztos. Jó, picit formázgatunk, hogy átláthatóbb legyen, és fordítsuk is. Jó, lefordul, futtassuk. Hát a program fut, jó. De mit látunk? Hát a rendszer monitoron most nem látunk különösebben semmit itt a resource-oknál, tehát ugye a szokásos processzor terhelés, ugye a stream miatt, meg tudom, egy-két ilyen futó program alkalmazás miatt nem látunk semmi kiugró értéket. Nézzük meg esetleg a top parancsot, hogy ott látunk-e valamit. Hát igazából különösebbet itt se. Jó, hát látjuk, hogy itt az OBS fut nekem, valami kis webes, akármicsoda, a hang, ez az amaz, Discord, de nem látjuk itt ezt a kis processzt. Jó, tehát itt az elején semmi, hát valószínű itt a 0%-osok között van, tehát jól dolgoztunk. Jó, hát biztos ki lehet valahogy szűrni erre külön, hogy lássuk, hogy tényleg nulla-e. Ami a lényeg, hogy nem terheli, szinte, tehát egyáltalán nem terheli a processzor magot, tehát megint jól dolgoztunk. Oké, és jó. Na, hát hogy miért kell ez? Ugye ilyen végtelen ciklusokban szoktunk ilyen szimulációkat írni, meg ilyesmi. Egy-egy ilyen programot, hát amivel én foglalkozok, talán már volt is róla szó Norbi csatornáján, ez a robotautó világbajnokság, ott például ez a végtelen ciklus előjön, és akkor ott is van sleepeltetve a főszál, ott ilyen 200 millisekundumos sleepek vannak, nem tudom, hogy fogunk-e foglalkozni vele itt a csatornán, majd meglátjuk. Jó?
de szoktunk használni ilyen végtelen ciklusokat, például szimulációknál, de hát egyéb programoknál is. Én mindig azt szoktam ilyen nagyon egyszerű példának hozni, hogy ha emlékeztek, hogy ugye mi elindítunk egy programot, legyen az teljesen mindegy, hogy mi, akár GUI is, akár GUI nélküli. Ugye az nem úgy van, hogy elindítom, és akkor egyszer csak véget ér a program. Jó? Tehát mit, ha elindítod otthon a Red Dead Redemption 2-t, akkor az nem úgy van, hogy elindítod, és akkor, mint ahogy programokat mi írunk, mondjuk majd a PageRank-et, meg ilyesmi, hogy egyszer csak véget ér. Jó? Hanem az, nyilván az a program, az, hogyha elindítod, az akár futhat a végtelenségig is. Hát ott nyilván azért kicsit bonyolultabb a dolog, mint egy egyszerű ilyen végtelen ciklus, de gondolhatunk rá valami ilyesmi módon is. Jó? De itt akár mondhatjuk a szerver processzeket, vagy bármi más egyebet. Jó? Tehát valamilyen végtelen ciklusban van beépítve. Na, és akkor menjünk tovább, nézzük meg a feladatnak, hát mondhatjuk, hogy a harmadik részét, ami 100%-ban dolgoztat minden magot, vagy szálat. És akkor ez már ugye valamilyen kis plusz dolog kell, ugye tudjuk azt, hogy ezek a C++ programok alapvetően egy szálon futnak, tehát ahhoz, hogy több szálasítsuk, valamilyen plusz munkát kell végeznünk. Hát az, hogy most ilyen threadeket használunk, vagy más egyéb megközelítést, az már a problémától függ. Most mi a nagyon egyszerű OpenMP-t fogjuk használni. Ennek a OpenMP-nek a dokumentációját ti is meg tudjátok nézni, hogy működik. Érdemes egy kicsit belelapozni, hogy mi is ez, hogyan működik. Hát talán itt van, ha jól gondolom. Így van. És akkor itt ezeket meg tudjátok nézegetni, hogy hogyan kell használni, hogyan működik. Érdemes belelapozni. De most nekünk tényleg csak egy nagyon egyszerű kis implementáció kell, és akkor ezt én most megint csak elmentem, hát én 800-ra nevezem el, mert 800 százalék lesz, 8 magot fogunk használni. És ugye rögtön a sleep-et ki is törlöm, és átírom while-ra, hogy egyszerűbb legyen, mert így a OpenMP nem fog annyit nekünk reklamálni. Ugye azért az OpenMP már figyelni fog arra, hogy a ciklusunk csináljon is valamit, meg használja is valamire a processzor magot. Hát ez megint csak optimalizáció, tehát de ebben most nem akarnék bemenni, doksiba nézzétek át. Jó? És akkor amint mi nekünk itt összvisz csinálni kell, hogy egy ilyen preprocessing direktívát kell betennünk, egy ilyen kis pragmát, ugye ide a ciklusunk elé, ami azt fogja mondani az előfordítónak, hogy itt valami teendője van ezzel a while ciklussal. Az, hogy a háttérben pontosan mi történik, azt nyilván az OMP fogja majd csinálni, vagy hát meghatározni, tehát az OpenMP. Igazából annyit történik, hogy ezt a ciklust, ez a preprocessing direktíva szét fogja dobni, hát itt most eléggé automatikusan mind a 8 szálra. Jó? Tehát ez 8 processzor magon fog futni. Na most ez egy eléggé, bocsánat a kifejezésért, de ész nélküli megoldás. Ugye, ha emlékeztek, csinálgattuk még Befrogon a XOR titkosítónak a visszafejtő részét, tehát az XOR törés programot, és ott nyilván ez így önmagában nem volt azért a legjobb megoldás, mert nyilván a különböző szálak konkurens módon fértek hozzá a kulcs memória területhez, és nyilván amikor egy memória területhez több szál is így hozzáfér egyszerre akár, ott azért kell valamilyen ütemezést csinálnunk. Fogunk majd erről beszélni, amikor odaérünk az XOR-hoz, mert megnézzük annak a párhuzamosítását, és nyilván ott azért erre figyelni kell, hogyha ha több folyamat fér hozzá egy memória területhez, akkor ott kell valamilyen ütemezés így idézőjelbe, hogy ne az legyen, hogy egyszerre hozzáférünk, egyszerre módosítjuk, egyszerre olvassuk, jó? Tehát ott majd kell egy kis plusz munka. Ez most nekünk így első körben, ha minden igaz, elegendő, de nyilván később ez azért kevés lesz. Jó.
Na, szerintem próbáljuk is ki, még ugye kell nekünk egy include, tehát az OMP-t azt be kell nekünk tenni, tehát az OMP header-t, de szerintem ennyi az, ami nekünk kell. Igen, és még kell ugye egy kapcsoló, amivel fordítjuk. Jó. Na most elvileg rendben van, hogy én ezt most elindítom. Előre elnézést kérek, hogyha a stream elkezd szaggatni, benne van a pakliba. Jó, hát remélem a hang azért nem lesz problémás. Jó, és akkor most áthúzom ide, és rögtön látjuk, hogy működik a dolog. Tehát látjuk, hogy itt minden processzor szálunk, vagy hát processzor magunk szépen 100%-on pörög. Jó. Tehát jól dolgoztunk. Hát az, hogy ez most nem csinál semmit, az más kérdés. Nyilván ide tudnánk bármilyen folyamatot tenni, és akkor az már szépen csinálná is azt, amit kell. Mint ahogy majd látni fogjuk, hogy az Exor törő programnál majd fog is mit csinálni. Okés. Na, ugyanígy meg tudjuk ezt nézni a top parancsal is, és akkor itt látjuk a top parancsnál, hogy ugye a matek nagyjából kijön. Hát az, hogy miért ennyi, hát valószínű itt ugye a többi folyamat is használ, ennyi jut magának a mi kis végtelen ciklusunknak, tehát ez a ilyen 680. Szerintem a többi kb. Az, amit a stream elvisz, de itt látjuk, hogy itt az OBS 50%-on van meg, hát meg a többi processz, ami éppen fut, látjuk, itt a böngésző is csinál valamit. Hát, valami ilyesmit kellene itt látnunk. Nyilván, ha ti otthon kilövitek a többi processzt, tehát én is most kilőném az OBS-t, meg sok más egyebet, akkor ez is itt, hát ha nem is 800, de közel 800% lenne. Jó, oké is. Na ezt itt kilövöm, és akkor kérdezném, hogy ezzel a feladattal kapcsolatban van-e kérdés? Hát szerintem ez eléggé egyszerű még, meg eléggé egyértelmű. Valami ilyesmit gondolnánk ennél a feladatnál, hát én legalábbis, hogy ezek a kis forráskódok meglegyenek, és látszódjon a rendszer figyelőn, illetve a top parancson, hogy igen, ezek tényleg úgy futnak, ahogy kell, párhuzamosan futnak, vagy az egy szál terhelődik maxon. Jó, mondom, ha kérdés van, nyugodtan tegyük föl, de mondom, ez szerintem még itt eléggé egyszerű az elején. Jó. Okés. Na, viszont hát Master of Quick Chat, elég a top parancs is, igazából az is mutatja szépen az, hogy hány százalékon fut. Én csak azt mondom, hogy ha hozzáteszitek a rendszerfigyelőt, az már tényleg non plus ultra. Ha nem akarsz vele még pluszba dolgozni, nem kell. Tehát ha ott a top parancs, az bőven elég. Ezt teljesen rád bízom. Én csak azt mondom, hogy vagy ez, vagy az, vagy tehát valami legyen ott, amin látjuk, hogy tényleg dolgoztatok vele, mert azért láttam egy-két könyvben, hogy tényleg még ugyanez a gyári szövegezés van. Ezt rád bízom. Jó, okés. Na, szerintem menjünk tovább, és hogyha még így menet közben jön kérdés, azt majd menet közben megválaszolom. Mi a következő feladat? Hát változó értékének felcserélése. Ezt fixen néztük be, progon pillancsunk rá itt is, hogy mi van. Látjuk, hogy itt még olyan nagyon nagy szövegezés nincs. Itt van egy blogpost, ez tényleg a Norbinak a blogjára vezet, ahol segédváltozóval, segédváltozó nélkül szépen megcsinálgatják, le is van vezetve az Exoros, hogy hogyan kéne. Hát mi is csinálgassuk meg. Ugye nagyon fontos, hogy C programot kér, tehát C-ben fogjuk megírni. Okés, jó. Na és akkor ehhez is nyissunk egy új kis forrásfájlt.
és akkor pillancsunk rá erre is. Hát ezt is többféleképpen lehet megírni. Tényleg itt láttam nagyon sokféle megoldást. Ugye egyrészt láttam olyat, aki úgy csinálta meg, hogy szkenne fel be két-két számot, úgyis tökéletes, és akkor azokat cserélgette föl, vagy úgymond rögtön inicializált két változót. Hát én most a egyszerűség kedvéért ezt fogom követni. Tehát, hogy tényleg ne húzzunk, ne menjen vele túl sok idő. És nyilván itt az elején akkor ezt ki is fogjuk írni. Ugye simán csak printf-fel nem bonyolítjuk a dolgot, hát még valami kis szöveget írjunk elé, hogy látszódjon, hogy ez az eredeti. Ugye mivel kiírosgatunk, ezért betesszük azt a headert, amiben ugye maga a printf van definiálva. Meg ezt csak így a teljesség kedvéért még ide dobjuk. Jó. Na hát, ugye tanultuk ugye a befrogon a fél év elején, hogy ugye a jó programok növekednek, tehát azt szoktuk csinálni, hogy megírunk egy kis részt, és akkor rögtön azt ki is próbáljuk, hogy működik-e. Mert nem azt semmiképp se csináljuk azt, hogy megírjuk az egész nagy hosszú programot, lefordítjuk, és akkor 20 millió hiba. Jó, tehát szépen apránként megyünk. Hát itt most nincs hiba, és még működik is. Szuper. Hát mondat végére még teszek egy pontot, és akkor jó is lesz. Na. Hát, eddig nem rontottuk el a dolgot, tehát rendben vagyunk. Na, és akkor ugye itt jöhetünk úgy, hogy akkor kezdjük ezt a változó cserét. Ugye itt írja, hogy bármiféle logikai utasítás vagy kifejezés használata nélkül. Hát igen, itt ugye akkor sokféle megoldás lehet, ugye lehet segédváltozóval, ugye ott sincs szerintem logikai utasítás, illetve lehet akkor ilyen matematikai operátorokkal. Hát mi most nézzük meg első körbe segédváltozóval. Hát ne is cél legyen temp, jó? Hogy egyértelmű legyen. És akkor itt ebbe a segédváltozóba eltároljuk az egyik változónak az értékét egészen addig, amíg azt nem használjuk. És ugye hát valahogy így meg is cseréljük szépen. Remélem nem rontottam el, gyorsan még végigolvasom. Tehát az át eltároljuk a tembe, az át fölülírjuk a B-vel, majd a B-be belerakjuk a tempet, ami az A volt. És ha minden igaz, jól dolgoztunk. Jó? Hát akkor ezt a printf-et megint elővesszük, és akkor ez lesz a segédes változás. Ugye? Jó. Na és akkor próbáljuk is ki, hogy ez így működik-e. Jó, hát látjuk, hogy ugye az eredeti az nyilván nem változott, a segédes változás meg szépen megváltozott. Jó, tehát kicseréltük a két változó értékét. Jó. Hát, akár még ez így jó is lehet. Ja. Hát, amit itt még használhatunk, hát nem tudom, ágyúval lepkére majd a végén megnézzük ugye a swap-et. Na most csak egy gyors kérdés ide bedomnék, hogy lássam, hogy alszunk-e esetleg. A Standard Library Swap, ugye az, hát nyilván C++, tehát ez egy kicsit más, az segédváltozós vagy segédváltozó nélküli csere. Most csak ezt ide bedomnám. Master of Quick Chat fixen alszik. Hát hétfő reggel az ilyen.
Nagyon jó, szuper, szuper. Látom, pörög, segédváltozós, jó. Hát, nyilván a második védéshez ezt tudni kell. Nagyon jó, szuper, szuper. Mert hogy ugye ott ugye ott a mozgatás kapcsán ez előjön. Nagyon jó, szuper, szuper, nagyon örülök, hogy érkeznek ezek a válaszok. Így van, tehát segédváltozós. Jó. Lehet, hogy a végén megnézzük azt is, mondjuk az C++-ba kéne úgymond írni, de hát tudjuk, hogy minden C program C++ program, tehát sok munkát nem kell majd belefetszölni, hogy ez működjön. Jó, szuper. Nagyon örülök, hogy ez így megy. Oké, és na és akkor itt nyilván használtunk nagyon sok megközelítést. Ugye így a matematikai operátorok kapcsán, illetve akár logikai operátorok kapcsán is. Hát nézzük meg egy ilyen matekost. Ugye itt akkor ezt megint csak simán fölcseréljük. Hát itt utána írom, nem töröm ki, most miért törölném ki. És akkor hát próbáljunk meg így első intuitíven egy ilyen sima összeadós, kivonós megközelítést. És a mínusz b. Hát reméljük ez így működni is fog, de hát próbáljuk ki. Ugye most azt várjuk, hogy visszacserélődjön az eredeti formára. És akkor ez lesz a mat operátoros változás. Jó. De hát azért próbáljuk ki, hogy biztos működik-e. Hát itt látjuk, hogy szuper, tehát szépen visszakaptuk az eredetit, és nem is használtunk ugye segédváltozót ehhez. Jó, tehát csak az A-t és a B-t használtuk. Hát bedobok ide egy sortörést, hogy látszódjon nektek is. Na, hát ez így szuper. De akkor nézzük meg még egy, már tényleg lassan lehet, hogy leestek a székről, így a kávé is már elfogyott, úgyhogy akkor nézzük meg még ezt az XOR operátoros megoldást, ugye, hogy működik. Ugye itt megint csak az A-t és a B-t fogjuk használni, ugye, hát ezt majd szépen levezetitek magatoknak a könyvbe, ugye ezt tudjuk, hogy ez a sima XOR operátor. Ugye BEF-program megbeszéltük, hogy aki ezt hatványozásnak mondja, az instant bukó, mert éppen akkor tanultátok a... Tehát BEF-prog mellett van, de majd erősítsetek meg ugye ez a vizuális, vizualizációs vizualizálás, ugye? Vagy ez a... Hát nem tudom, mi a táj neve, majd mindjárt leírjátok. És ott ugye a MATLAB-ban ez egy valid dolog, ha jól tudom, hogy ez a hatványozás. De majd mondjátok, hogy igaz-e vagy sem. Matvíz. Aha, hát igen, valami olyasmi. És akkor nyilván matematikai és vizualizáció, köszönöm szépen. Okvetlenül, így van. És ha jól emlékszem, MATLAB ez a hatványozás, de nyilván így tehát ha programozunk, akkor ez nem hatványozás, hanem ez egy operátor. Jó, de mindegy, részletkérdés. Jó, és akkor itt megint akkor nyomunk egy kiíratást, és akkor ez a XOR operátoros, disznótoros, operátoros, így van. Jó, tehát ez az XOR operátoros változócsere lesz. Reméljük itt is jól dolgoztunk. És akkor fordítsunk megint. Aha, tehát akkor csak nem jól. Valamit elcsináltunk. Mit rontottunk el?
Ti látjátok a problémát. Jó, oké is. Kéne az a green screen? Hát, lehet. De nem is tudom, hogy miért ilyen sorrendben van most. De mindjárt megváltoztatjuk ezt. Na, és akkor látjuk, hogy itt a XOR operátor már teszi a dolgát. Jó. Így van, így van. Jó, tehát itt van nekünk a matapos, és akkor utána az XOR operátoros megint visszacseréli. Jó. És akkor én is visszacserélem, mert nem így szokott lenni, mert a terminál szokott itt lenni. Hát reggel van. Jó. De akkor fordítsuk újra, és futtassuk újra, és akkor látjuk, hogy ez megint végrehajt egy cserét. És akkor így egybe látjuk a szépen a programunkat. Jó. Na, hát itt akkor szerintem ezzel meg is vagyunk. Ugye, hát az, hogy most ez logikai kifejezés, matematikai kifejezés, ilyen kifejezés, olyan kifejezés, azt látjuk, hogy szerintem a feladat ezt kéri. Így van. Hát C program felcseréli két változó értékét. Jó. Tehát alapvetően ezzel is rendben vagyunk. Ezt a forrást már be tudjuk ide dobni, és akkor ahogy látjuk, futtatjuk is, hát hogy alapvetően működik. Jó. És akkor ehhez még hozzájött a swap is. Hát, fog ez itt most nekünk működni? Rápillantok a swapnek a dokumentációjára. Hát, miért nem működne? De azért megnézzük. Hát, próbáljuk ki, legfeljebb nem fog működni, de azért bízom benne, hogy fog. És akkor itt megint nyomunk egy printf-et, és akkor ez pedig a swap-es változtatás lesz. Hát, meglátjuk. Majd elmentjük más néven. Azt hiszem ez az algoritmusban van. Algorithm header. Még jó, hogy most mondtam, hogy elmentjük más néven, erre reflexbe elmentettem. Na mindegy. Az új cserecsek, ez a C++-os lesz. Jó. Na, lássuk. És akkor ugye G++. Hát még a végén működni is fog. Ja. Oké, és működik is. Jó, hát könnyen lehet, hogy ez ebben az esetben most elgyúl a lepkére. Tehát azt én nem tartom kizártnak, de látjuk, hogy működik a swap-es megközelítés is. Hát az ugye segédváltozóval történik, ezt ugye most megbeszéltük. Jó. Nyilván ezek a függvények működnek ugyanúgy C++-ban is, miért nem működnének. Csak ugye be kell inkludolni a megfelelő headert. Jó. Viszont ugye ezt tudjuk, hogy ez már így akkor nem C program, tehát nagyon fontos, hogy akkor ez a feladat kérésének már nem feltétlenül tesz teljes mértékben eleget, de alapvetően, hogyha itt van nekünk ez a swap, attól mi kevesebbek nem leszünk, csak mindenképpen többek. Jó, szuper. Oké, és na hát, ha ezzel kapcsolatban van kérdés, azt tegyük fel bátran. Szerintem ez megint csak egy viszonylag egyértelmű és egyszerű megközelítése a dolgoknak. Jó, és akkor ezeket itt szépen le lehet írogatni, hogy akár le is lehet vezetni, hogy ez hogy működik, ez hogy még egy egyszerű kis példa, hogy ezek hogy működnek, le lehet írni nyugodtan a swap-et is szerintem, mert mondom, azzal bajt nem csináltok.
Jó, meg le lehet írni, hogy hát igen, itt van egy ilyen segédváltozós, de tudom én, ez emészt föl valamennyi memóriát. Jó, tehát ez nyugodtan lehet. Oké is. És emellett még ugye nyilván ott van az a lehetőség is, szerintem az is itt működik, hogy írtok rá egy külön függvényt, és akkor a függvénybe csináljátok meg ezeket a cserélgetéseket. Jó, az is, hát még talán a segédváltozósnál az lehet a legjobb megoldás, és akkor két pointert átadjátok ennek a függvénynek, és akkor az a segédváltozóval fölcseréli, és a segédváltozó ugye a scope végén ugye el is tűnik, ugye ott a függvényen belüli lokális változó szépen fölszabadul. Jó, de ezt mondom, rátok bízom. Igazából itt már sok egyéb megoldás is elképzelhető. Jó. Akkor, ahogy látom, nincs kérdés, úgyhogy haladjunk tovább. Na most a labdapattogást én a végére hagynám, mert az egy kicsit talán hosszabb lélegzetvételű. Meglátjuk, hogy egyáltalán időnk marad-e rá, mert mondjuk van még azért idő, de ez azért egy kicsit hosszabb talán. Erre lehet, hogy egy olyan fél órát kellene szánni, és akkor ezt, hát még az se kizárt, hogy majd csütörtökön fogjuk megnézni. Szóval menjünk tovább a szóhosszal és a bogomipszel. Na most a bogomipszre én egy gyári megoldást mutatnék, legalábbis Norbinak a úgymond gyári megoldását. Nem is biztos, hogy azzal most nekünk olyan mélyebben foglalkozni kéne. Egész egyszerűen azért, mert igazából ebből csak kiindulni kell. Jó? De látjuk, hogy ez Norbinak a megoldás, ez fönt van az UD-progba, meg hát szerintem a könyv mellé is oda van téve. Mindjárt elnézek. Így van, ez, hát igen, ez a könyv melletti verzió konkrétan. Jó? Tehát nekünk, ami kell, az tulajdonképpen ez a... hát szerintem Befprogon is részben beszélgettünk erről, de laboron ezt azért átfutottuk, hogy nyilván itt van nekünk ez a bitshiftelés, ami most nekünk külön érdekes. Annyi, hogy itt ugye más típusra csinálja. Mi ugye integerre fogjuk, mert ugye a gépi szónak a hosszát akarjuk kiíratni, kiszámolni, és akkor itt elkezdi méricskélni az időt, meg itt jön a matekozás, hogy akkor ez hogy is van. A lényeg, hogy ez ki fog nekünk írni egy értéket. Hát szerintem erről van is egy ilyen feladat, ezt most én itt külön elmentem, van is erről egy feladat, hogy tehát még pontokért is, hogy kinek mekkora. Ez a bogomipsz érték, amit kiír. Hát, nézzünk rá erre is. Jó. És akkor ez a Linux kernelnek egy ilyen kis, hát, méricskélős, úgymond progia, ami kiírja, hogy hát a gépről valamilyen leíró, hogy mennyire erős, most így idézőjelben nagyon leegyszerűsítve, jó, hogy kírja, és akkor ez alapján fog dolgokat beállítani a Linux kernel, ugye a gépünk kapcsán. Mindegy, a lényeg, hogy valamilyen információt szolgáltat nekünk a gépünk teljesítményéről, jó. És akkor ugye ez alapján kéne nekünk megírni azt, hogy a gépi szó hány bites, hány bájtos a gépi szó a mi rendszerünkön. Ugye ez rendszerről rendszerre változhat. Jó. És akkor ezt fogjuk használni, ezt a bitshiftelős ciklust. Na. És akkor nézzünk is rá erre. Ugye megint csak megírjuk nulláról, ez tényleg nagyon gyorsan megvan. Ugye kell nekünk egyrészt egy változó, amiben ugye a biteket fogjuk számolni, meg kell nekünk egy változó, ami ugye a gépi szó lesz tulajdonképpen. Na most ezt úgy fogjuk csinálni, hogy ugye egyre inicializáljuk, és akkor ez tulajdonképpen azt fogja csinálni, hogy ennek a változónak a reprezentációja úgy fog kinézni a memóriába, hogy ugye sok-sok nulla, és a végén egy egyes. Jó, hát azért, mert az integer az lényegében így működik, ugye tényleg csak simán binárisan ábrázoljuk. Ugye
Ez most sima integer, használhatnánk unsigned-ot, nyilván az egy picit talán pontosabb is lenne, de alapvetően ez most, az most nem is olyan lényeges. Ugye az, hogy sign vagy, hogy sima integer vagy unsigned integer, ugye az a különbség, hogy az előjelesnél ugye a legmagasabb helyértékű bit lesz az előjel bit, és az, hogy az 0 vagy 1-es, az alapján mondjuk meg, hogy ez a változó az negatív vagy pozitív, valamint hogy az érték, amit tárolunk, az negatív vagy pozitív. Jó, hát ez most egy előjeles egész, tehát amikor a legmagasabb helyértékű bit 1 lesz, akkor át fog fordulni negatívba, de nem akarom túlszaporítani a szót, hanem inkább csak csinálgassuk. Hát el is mentem, és akkor ez lesz a source.c. És akkor ugye ide kéne jönni annak a ciklusnak, ami majd fogja végezni ezt a számítást. Na és akkor mit csinálunk? Ugye azt az egyest, ami a legkisebb helyi értékű bit, azt fogjuk szépen shiftelgetni egyre föntebb és föntebb. Ugye erre van nekünk ez a sima bit shift operátor. Ugye hát itt már ilyen op egyenlő értékadással van ez szépen így meghatározva, vagy hát leírva. De simán tudjuk ezt ide a while ciklusba írni. És akkor azt csináljuk, hogy egyesével léptetjük ugye ezt a kis bitet, és az utolsó kis egyes szépen elkezd utazni fölfele. Hát meddig fog utazni? Amíg ugye ez a while ciklus ez futni fog. Tehát meddig fog futni? Hát egész egyszerűen addig, amíg ugye ez a kifejezés hamissá nem válik, hát nyilván, tehát amíg ez a szó nulla nem lesz. Jó. Mikor lesz nulla? Hát amikor a legmagasabb helyi érték után léptetünk még egyet, mert akkor az a változót nulla értéket fog fölvenni. Jó, és akkor ugye tudjuk, hogy C-be a nulla az hamis, minden más igaz, és reményeink szerint a ciklus meg fog állni. Jó, na és akkor mit kell csinálnunk? Hát meg kell számolnunk az, hogy ez a while ciklus hányszor fut le, tehát szépen csak egyesével mindig egyet hozzáadunk ez a darab változóhoz. Na de, amit itt még nekünk szerintem érdemes lenne csinálni, az az, hogy ezt a darabot egyről indítjuk, mert hogy ugye a változónk értéke az ugye egy, tehát alapban már az első helyértéken ott van az egyes. Jó, tehát azt is számoljuk be ebbe. Oké, és amit még itt kiegészítésként lehet, hogy mondjuk írjuk ki a szónak az aktuális értékét, tehát nyomjunk egy printf-et erre a szóra. Oké, és a végén írjuk ki magát a darabot. Ugye, mert nyilván azt keressük, és akkor ez már ugye a szóhoz lesz. Így van, és 32 bitet várunk, tehát bitbe fogjuk kiírni. Jó, és még dobunk egy szokásos return, és ugye a szükséges headert beinkludoljuk, mert hogy ugye a printf miatt ne reklamáljon nekünk a fordító. Ugye valami ilyesmit kéne nekünk csinálni, hát nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e. Hát lefordul, tehát valami történik. Oké, és futtassuk is le. Jó, és itt szépen kiírja nekünk a szónak az aktuális értékét. Hát látjuk, hogy ez 2 hatványai. Nyilván ezt várjuk. Ugye itt látjuk, hogy a végén átfordul hát nem átfordul, bocsánat, hanem ugye a legmagasabb helyi értékű bit ugye lesz 1-es, és akkor az ugye ugye az már egy negatív szám lesz. Ilyenkor ugye a nullák tulajdonképpen a egyeseket fogják, mindegy, most ilyen reprezentációban nem akarok belemenni, tehát látjuk, hogy itt akkor ez egy negatív szám lesz, de jól dolgoztunk, mert azt írja, hogy 32 bit a szóhoz, ugye a mi rendszerünkön. És ez ennyi is egyébként. Jó.
Hát nagyon egyszerűen ez így írható le. Így ez a feladat így készíthető el. Hát akár egy videóban is erről már így be tudtok számolni, de mondom, egy nagyon egyszerű kis forrás itt elérhető. Jó, és akkor így néz ki. Hát nyilván ez a printf mondjuk nem feltétlenül muszáj, de ez inkább csak ilyen debug jelleggel van benne. Opa. Tehát, hogyha csak simán lefuttatjuk, akkor is jó is működik. Jó. Na hát, szerintem ez is viszonylag egyszerű és érthető, mondom, ezen átrágtuk magunkat Befprogon is, de azért, hogyha van kérdés, dobjátok be. Szerintem ez a feladat, ez a megoldás úgymond kielégíti a feladat kérését, tehát ugye látjuk, hogy tényleg az alapján mentünk, hogy itt ez a bitshiftelgetés, tehát a bitshiftelgetés alapján történik maga a művelet, és ugye ezt egy ilyen ide a while ciklusnak a feltételébe tettük, tehát szerintem ez így működik, és szerintem a feladat ezt kéri. Jó. Rendben van. Na hát látom, hogy kérdés nem nagyon érkezik. Ebből arra következtetek, hogy akkor ez világos és egyértelmű, úgyhogy menjünk is tovább. És akkor mi a következő feladat? Hát itt látjuk, hogy a PageRank következik. Ezt is most megírjuk nulláról, mert ez is viszonylag egyszerű, ugye négy egyszerű kis lapra. Anélkül, hogy a PageRank-be így különösebben belemennék, szerintem Norbi diái között is, meg előadáson is szerintem erről még volt szó, meg azért erről tudtok olvasni elég sokat, erre nagyon sok információ áll rendelkezésre. Köszi, Manvio, jól esik, hogy ezt írod, hogy mindenki alszik. Hát igen, hétfő reggel van, semmi probléma. Jó, tehát a PageRank alapvetően most nem akarnék belemenni. Ugye tudjuk azt, hogy ugye a Google valami ilyesmivel indult, hogy tényleg ez volt a keresőmotorjuknak kvázi az alapja, hogyha valahogy ez így helytálló, hogy ugye jóság szerint rakja sorrendbe ez a PageRank az oldalakat, és amikor beírunk valami keresést, akkor ez alapján rakja nekünk sorrendbe. Hát nyilván azért most már egy kicsit bonyolultabb ennél a Google keresés, tehát azért nyilván sokat változott az évek során, de az alapja annó valami ilyesmi volt. Talán annyi érdekességet lehetne így még ehhez hozzáfűzni, hogy ugye, hogyha mai napig beírjátok ugye tehát hogyha a sima google.com-ot behozzátok, akkor egy nagyon egyszerű kis felület jön elő. Hát látjuk, hogy ez a klasszikus kereső. Hát nyilván, hogyha most ezeket leszámítjuk meg itt a jogi salátát itt a jobb alsó sarokba, hogy ez a privacy, meg terms, meg ilyesmi, akkor egy nagyon egyszerű kis felületet látunk. Na most azt nem tudom, hogy ez igaz vagy nem igaz, de ez azért néz ki így, mert annó is így nézett ki, hogy ilyen nagyon egyszerű kis felület. Ez egész egyszerűen azért volt, mert annó Larry Page-ék nem nagyon szerettek, vagy nem nagyon tudtak így PHP-be, meg HTML-be kódolni. Hát az, hogy nem tudtak, azt mondjuk kétlem, de mondjuk úgy, hogy nem szerettek. És egy ilyen nagyon egyszerű, tehát ez nem azért van, mert hogy itt design megfontolások, meg minimalista stílus, meg mit tudom én, hanem egész egyszerűen nem szerettek, szerintem nem szerettek ilyen webes hackkeléseket végezni, és ilyen nagyon egyszerű kis oldalt írtak, hogy ez legyen a felület ugye a keresőjükhöz. Hát ez most vagy igaz, vagy nem. Az, hogy nem tudtak HTML-be, meg JavaScript-be, meg PHP-be programozni, azt azért kétlem. Tehát én azért ennek olyan sok hitelt nem adnék, de az biztos, hogy nem szerettek, és azért írtak egy ilyen egyszerű oldalt. Igen. Hát, Sotori, hogy minél több lassú internet kapcsolatos eléri a keresőt,
Hát, akár még ez is benne lehetett a pakliba, mondom, én ezt hallottam, hogy most ez igaz vagy nem igaz. Mondom, én ezt hallottam, hogy nem szerettek, olyat is hallottam, hogy nem tudtak, én azt kétlem, de mondom, én ezt hallottam. Abba is lehet valami, amit te mondasz, hogy a lassú internet kapcsolattal rendelkezők is elérjék a keresőt. Nem tudom. Jó, mondom, ez csak egy ilyen, hát ez ilyen bulvár, hogy úgy mondjam, tehát nyilván ez most nem ide tartozik. Jó, csak mondom, egy ilyen kis sztori, hogyha tényleg el akarunk aludni, akkor most már simán, simán el tudjunk. Jó. Flor közben bedobta, hogy lesznek-e nyáron progos streamek, tervezek. Terve van három ilyen programozós projekt is. Egy egyszerűbb, egy nehezebb, meg egy ilyen oktatós. Jó, fogunk erről beszélni, de ha már szóba jött, akkor gyorsan csak, amit mindenképp tervezek, az az, hogy a C++-os Strawsup könyvnek a második fejezetén, tehát nem a BEF-progos könyvnek, hanem a C++-os, a rendes C++ könyvnek a második részén végigmegyünk. Jó? Tehát azon fixen végig akarok menni ilyen oktatási céllal, mert ott egy ilyen matrix példát csinál végig, tehát egy matrix osztályt csinál végig, az ilyen 400 oldal a könyvbe, azon mindenképp végig szeretnék menni. Jó? Az első fejezeten nem, mert az befprogon meg itt progon is, tehát teljes mértékben lerágtuk. Nyilván részben a második fejezetet is, tehát nagy részben a másodikat is, de azon jó lenne végig menni. Még egyszer. A projektek kapcsán meg mondom, lenne egy egyszerűbb, az ilyen gépi tanulósabb lenne, ott még nem akarom lelőni a poént, majd még kell egy kis utánajárás, meg utánaolvasás, de lennének ilyenek. Jó? Hát meg emellett játszunk is, ha már Twitch-en vagyunk. Ugye lenne egy single player, meg lenne ilyen multiplayer stream is, de ezt majd meglátjuk, megbeszéljük még, meg én is majd kitalálom, hogy lenne ez jó. Okés. Hát Floor, nagy részt igen, nagy részt From Scratch stílus lenne, de egy idő után a From Scratch stílus ugye elfogy, mert legalábbis ebbe, amit én tervezek. Tehát nyilván nulláról kezdjük el megírni azt a könyvfejezetet, de amikor annak a fejezetnek a tizedik alfejezetéhez érünk, már nem tudunk From Scratch, tehát ott már használunk ki a korábbi kódokat. Jó? De olyasmi lenne a stílus Floor, tehát ez a From Scratch. Jó? Okés. Na, viszont tényleg menjünk tovább, és akkor így most már biztos, hogy nem lesz idő a labdapattogtatásra, de nem baj, mert majd megnézzük a csütörtöki streamnek az elején, de mindenképp meg fogjuk azt is nézni. Viszont akkor nézzük meg most még a PageRank-et, és akkor ezzel fogjuk zárni magát ezt a streamet. Na, mit kér a feladat? Ugye nagyon egyszerű, megint csak C program. Hát, de ha lesz idő, átírjuk C++-ra is. Négy honlapból álló hálózatra kiszámolja a négy lap PageRank értékét. Na most magának tehát az, hogy milyen hálózatra kell, azt én most nem akarom itt föltalálni a spanyol viaszt, azt simán csak ki fogom kopizni. Jó? Tehát nem akarom én itt most húzni ezzel az időt, hogy most itt rajzolgatok, meg ilyesmi. A gyári előadás példát fogjuk egyébként megcsinálni. Na jó, és akkor kezdjük azzal, hogy elmentjük a változatosság kedvéért. És nyilván szokott módon csinálunk egy main-t, és én ezt a link matrixot, ami nekünk van, ha megtalálom, és simán csak ki fogom innen kopizni, ilyen barbár módon. Jó, hát látjuk, hogy ez egy sima C kétdimenziós tömb, és reméljük, hogy még jó is. Reméljük, hogy ez az a Ring Matrix. Hát, majd meglátjuk. Jó. Na és akkor tulajdonképpen nekünk azt kell csinálnunk, hogy itt el kell kezdenünk szépen szorozgatni. Ugye egyenletes eloszlásba
egyenletes eloszlásból indulva el kell kezdenünk nekünk szorozgatni. Most tényleg az, hogy bővebben a matekos háttérbe belemennék, ugye, hát akkor kimásom, csak kimásom ezt az egyenletes eloszlást is. Jó, hát ez majd kilóg nekünk, de higgyétek el, hogy ez így okés. Jó, tehát látjuk, hogy ez egy sima egyenletes eloszlás, meg kell nekünk egy ilyen temp, tehát egy ilyen átmeneti vektor is. Tömb, bocsánat, miket beszélek, hát kell egy ilyen átmeneti tömb, már előre szaladtam egy kicsit, amit simán nullára fogunk inicializálni, tehát minden egyes értékét, hát ez csak mondom, hogy egy sima inicializáló itt nekünk. Floor, hát rootkiteket nem fogok, mert az nem biztos, hogy okos dolog lenne. Tehát azt nem fogunk csinálni szerintem. Végig gondolom, maradjunk annyiba, végig gondolom. Jó, okés. És nyilván akkor itt el kell kezdenünk ezt a szorozgatást. Gondoltam, hogy poén volt persze. Jó, el kell kezdenünk ezt a szorozgatást. Na most, meddig fogjuk ezt szorozni? Hát amíg úgymond változik a szorzásnak az eredménye. Tehát, hogy változzon, egészen addig fogjuk ezt csinálni. Hát erre itt a gyári példa is egy ilyen végtelen ciklust indít, és ugye első lépésben hát majd ki fogjuk nullázni ezt a PR tömböt, de mondom, nem akarok előre szaladni, hanem egész egyszerűen csináljuk meg itt most nekünk ezt a matrix szorzása vektorral műveletet. Ugye dimatból volt szó erről, tehát nyilván ez most annyira újdonság nem lesz, tehát a matekos rész az szerintem ilyen értelemben nem vészes, tehát ugye matrixot kell szoroznunk vektorral, és akkor ugye erre írjuk ezt a két egymásba egyezett csodálatos for ciklust. Ugye, hát ez a feladat tulajdonképpen az a feladat lenne, így nagyon egyszerűen, ami a tematikában valami olyasmit kér, hogy vezérlési szerkezetek, meg ciklusok, elágazó utasítások, stb. Hát, tehát mondjuk a BevProc tematikának a hát a felét ez egy kis program lefedi, és akkor itt vannak tömböktől kezdve nagyon sok minden. Na de mindegy, koncentráljunk, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki ez a matrix szorzása vektorral. Hát ugye a link matrixot szorozzuk a PageRank vektorral. Csak próbálok figyelni, hogy igen. Nem a PageRank vektorral. Így van. Jó. Hát, de majd fordítjuk, aztán meglátjuk, hogy jól dolgoztunk-e. Jó. Tehát ezt a szorzást kell nekünk elvégezni. De hát meddig fusson ez a szorzás? Ugye, hát alapvetően nyilván itt majd kell valamilyen megállási feltétel. Látjuk, hogy ez a szorzás ez futna végtelenségig, ugye, de legyen valami megállási feltétel, hát mondjuk legyen az, amikor már nem változik érdemben az eredményünk, tehát amikor a PageRank vektor, meg ez a, hát mondjuk úgy, hogy tehát a PageRank meg az átmeneti vektornak a távolsága, hát most mondjuk úgy, hogy nulla, de nyilván itt double-ökre számoljuk, tehát itt nem az kell, hogy nulla legyen, hanem hogy kisebb, tehát hogy a két vektor távolsága egy bizonyos limit alá esik, akkor álljunk meg. Jó? És akkor ez kell itt nekünk. Hát, erre majd írni fogunk egy függvényt, amit majd mindjárt megcsinálunk. Tehát ennek a két függvénynek a távolsága az legyen kisebb, mint hát valamilyen magic constant, valami nagyon kicsi szám.
És akkor mondjuk azt, hogy álljon meg ez a ciklus. Jó, tehát ez a végtelen ciklus akkor itt álljon meg. Most amit nekünk ugye még meg kell tennünk, hogy egyrészt át kell másolnunk ugye az eredménytömböt, tehát vissza kell, tehát át kell másolnunk, ugye, hogy az iteráció az így tudjon működni. Hát erre használhatjuk a sima... Igen, igen, erre ezt használhatjuk. Tehát minden egyes ilyen szorzási lépés után egyszerűen átvásoljuk az eredménytömböt az átmeneti tömbbe. Hát, lehet, hogy itt érdemes lenne. Jó, majd meglátjuk, meglátjuk. Alapvetően eddig még szerintem jók vagyunk. Tehát nyilván vissza kell másolnunk tehát meg kell csinálnunk ezt a másolást. Hoppá. Jó. Szerintem így oké is. Viszont ha már átmásoltuk, akkor ne felejtsük el az elején kinullázni. Így van. Tehát itt az elején ezt mindenképp ki kell nulláznunk. Hát remélem jó dolgozunk. Jó. Oké is. Jó. És hát a végén írjuk ki. Hát erre is írjunk egy függvényt. Mert miért ne írnánk? Ugye mit akarunk kiírni? Hát az eredményünket. És nagyjából ennyi. Na, és akkor most írjuk már meg ezeket a függvényeket is. Ugye egyrészt a kiírt, ugye itt kell nekünk egy double term paraméter. Ugye, amit megtanultunk már nagyon jól, hogy egy pointer lesz. Hát, és mivel C-be vagyunk, ezért kell nekünk egy darab is. És akkor, tehát, hogy hány elemet akarunk kiírni, és akkor itt már nyilván ezt át is dobjuk, hogy 4 eleme lesz ennek a tömnek. Oké. Jó, és akkor itt egész egyszerűen csak ki fogjuk írni. Tehát egy sima kiírás lesz. Ja, darabig megyünk, és szépen egyesével. És ugye mivel, hogy C-be vagyunk, ezért ezt printf-fel írjuk ki. Hát most ilyen nagyon mezitlábasan. Jó, és ugye mit írunk ki? Hát a tömnek, ugye a paraméterről kapott tömnek az i-edik elemét. Ja, hát lehetne ezt még csinosítani, de talán ez most így rendben lesz. Azt, hogy ez itt miért int, azt nem tudom. Sima void is elég, mert ugye nincs a függvénynek úgymond eredménye. Na, rendben van. Ami még nekünk, hát vagy legalábbis ránézésre rendben van, ami még nekünk hátra van, ez a távolságfüggvény. Na most nyilván itt már valamilyen értéket vissza kell adnunk, tehát ennek kell az eredménye, tehát az akkor egy double lesz. És akkor milyen paraméterek kellenek? Hát itt is kell ugye egyrészt egy tömb, tehát egy pointer, meg másrészt még egy tömb, ami ugye a PRV lesz. Hát ugye ennek a két tömbnek a távolságát fogjuk kiszámolni, meg hát itt is kell ugye a darab, mert még mindig C-be vagyunk. Hát lehetne ezt máshogy is megoldani, de maradjunk most ennél az egyszerűnél. És akkor itt ugye kéne a két vektornak a
ez a távolsága, hát ugye ez a négyzetösszeg, stb. Ezt is tanultátok Dimatból, remélem, hogy rémlik is. Most ebbe se akarok belemenni, mert lassan tényleg kifutunk az időből. És akkor itt ugye az összeget majd ebbe fogjuk tárolni, tehát kell nekünk egy ilyen összeg. És akkor számoljuk ki ezt a távolságot, ugye a szokott módon. Hát ez a szorzat összeg, vagy ugye az elemek szorzatának az összege, meg ilyesmi, hát nyilván itt is ezt most itt szép képletet föl lehetne írni, de lépjünk túl ezen. Tehát hogy legyen ez az összeg? Ugye egyrészt, ugye itt nyilván a végén majd összegezni kell, és ugye a elemek különbségének kell ugye a szorzata, tehát ugye a páronként a különbségének a négyzete pontosabban, amit ugye nagyon egyszerű, tehát egyrészt ugye a PRVI és a PRI különbsége, ugye, és ennek a négyzete gyakorlatilag. A zárójelezést azt ne felejtsük, ugye ez az, amit beszéltünk BevProgon, hogy a tudatlanság véd minket, tehát hogyha nem tudjuk, mondjuk ez nyilván egyszerű, de hogyha az operátorok kiértékelési sorrendjével vannak gondjaink, héten nem teszünk be, semmi pánik, zárójelezzük be. Jó? De nyilván itt a matek operátoroknál nincs mit, ezt már megtanultátok általános iskola. Hát ezt mondjuk első osztályba szerintem, ezt meg mondjuk másodikba, de majd mindjárt kijavíthatok, hogyha tévedek. Jó? Én már nem emlékszem, hogy hanyadik osztályokban vannak ezek. Jó. Na tehát ez a négyzet összege tulajdonképpen, és akkor ennek kéne a négyzet gyöke. Hát itt most nagyon egyszerűen csak így visszaadjuk az összegnek a négyzet gyökét. És reméljük, jól dolgoztunk. Jó, hát legyen egy picit átláthatóbb. Szerintem ez így akár még jó is lehet. Hát itt ezen egy kicsit hekkelek, mert nekem ez olyan furcsa. Tudom, hogy ezt beszéltük, hogy mindegy, de... Jó. Szerintem ez így jó is. Hiányzik egy for ciklus? Floor. Hát igen. Nyilván az nem árt, hogyha valami vezérli ezt a számítást. Kisebb, mint darab. És ugye így megyünk. Hát igen, reggel van, és óra vége. De köszi, Floor, hogy szóltál. Jó. Hát, remélhetőleg így rendben vagyunk. Na most, ami még hiányzik, ugye az include-ok, ugye egyrészt van egy kiírásunk, tehát az fixen kelleni fog, meg van nekünk egy gyökvonásunk, szerintem más nincsen. Ugye, hát a kiírás azt tudjuk nagyon jól, hogy melyik header-ben van, ugye ez a sima STDIO-ban. Viszont akkor nézzünk már rá, hogy az SQRT hol van. Jó, harmadik lapon vagyunk. Igen, a matekos headerbe. Jó. Tehát akkor ezt is szépen beinkludoljuk. Nézzünk rá, hogy jól használjuk-e. Ugye doublet vagy floatot vagy long doublet kap, és doublet, floatot vagy long doublet ad vissza. Jó. Akár még jó is lesz. És nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a mínusz elem kapcsolóval ezt majd nekünk be kell linkelni. Jó. Oké, és tehát akkor ide a matekos headert szépen betesszük. Na. Hát innentől kezdve most már csak reménykedjünk, hogy jól működik. Jó, hát vannak gondok. Na, első körbe, ugye itt ez egy warning, hát igen, ez nem D, hanem F, mert ugye
double-t akarunk kiírni. Másik a távolság függvény, hogy itt azt írja, hogy nekünk három paraméterünk van, de kevéssel, egyel kevesebbel hívjuk. Ugye látjuk, hogy too few arguments to function távolság, tehát hívási helyen így van. Látjuk is, hogy a két tömböt átadjuk, de a darabot nem, tehát akkor adjuk oda ezt a darabot. És itt még van, hoppá, veszőhelyet, pontos vesző, hol is van? Pontos veszőhelyet vesz egy titit, a kis szemét. Jó. Rendben van. Oké. Na hát, fordítsuk újra. Igen, Flór, köszi, köszi. Jó. Na. Rendben van, és akkor itt ugye reklamálja nekünk, hogy nincs, tehát ez az undefined reference to square root, ugye ez, amit kért tőlünk a matekos headernek a manuál lapja, hogy linkeljük be kézzel a elemet, tehát hogy a linkelés meglegyen, és akkor ezt most itt be is linkeljük, lefordul, de futtassuk is le, hogy jó eredményt kapunk-e. Hát igen. És akkor itt jön az, hogy ugye kapjuk a végtelen ciklust, mert valamit rosszul csináltunk. Jó? És ez sokszor elő is fordul a hallgatóknál is, hogy valami hibát követnek el a program megírása kapcsán, és akkor jön a végtelen ciklus. Jó. Na de próbáljuk meg megnézni, hogy mi az, amit esetleg elírtunk. Én is próbálok egy kicsit puskázni itt, hogy mi lehet a gond. Ugye nyilván ezeket a vektorokat kvázi kopiztam, tehát ezzel alapvetően gond szerintem nem lehet. Jó. Valahol itt lehet a probléma, ugyanis valamit szerintem kihagyunk itt a ciklusunkba, de pussuk át. Ugye elindítjuk ezt a végtelen ciklust, és ez a végtelen ciklus ugye első lépésbe kinullázza nekünk a tömbjeinket, vagy hát ezt a PR tömböt, mert ugye a másolás után ezt nekünk ki kell nullázni, mert a számítás úgy lesz akkor rendben. Jó. Utána elvégezzük ezt a matrix szorzása vektorral műveletet, ami elvileg jónak kéne, hogy legyen, legalábbis reményeim szerint. Oké, és jó. Hát ránézésre jónak tűnik, de szóljatok, hogyha találtok hibát. Jó, és akkor utána nyilván megnézzük a megállási feltételt, hogy teljesül-e, tehát kiszámoljuk, hogy a két vektor távolsága beesik egy bizonyos érték alá, és hogyha igen, akkor álljunk meg. Jó. Na, pillancsunk rá a távolság függvényre. Jó. És itt számolgatjuk. Ugye ez a sima négyzet összeges. Hát ez is jónak tűnik. És akkor itt összegezzük. Jó, majd ha megvan az eredmény, visszaadjuk a négyzetgyökét. Jó, akár még jó is lehet. Jó, és utána amit még csinálunk, az az, hogy visszamásoljuk, tehát lemásoljuk a PRV-be a PR-t, tehát visszamásoljuk. Jó, és ennek is így kell kinézni. Hát akkor ez egy érdekes dolog. Hát a kiírásig el se jut ugye a vezérlés. Na még egyszer, mi lehet itt, ami hiányzik? Egy
Pillanat türelmet kérek, ránézek a... Hirtelen nem látom, hogy mi lehet a gond. Érdekes. Itt a szorzás is jó. Hát, ez jó kérdés. Aha. Hogyha valami gond lenne itt a zárójelzéssel se vagyok kivékülve. Na nézzük. Oké, és jó. Zero jelzést rontottuk el. Jó, most már így oké is. Nem úgy volt a blokkosodás, ahogy kellene. Jó. Hát igen, ez előfordul itt. Az ember, amit benézhet, az benézi. Hát én ezt most egy kicsit benéztem, de akkor itt ezeket javítsuk is, hogy átláthatóbb legyen. Jó. És akkor így már rendben van a dolog. Remélhetőleg, de azért fordítsuk még egyszer, futtassuk. Oké, és jó. Jó, és ezt az eredményt kell gyakorlatilag kapnunk. Tehát így akkor már rendben vagyunk. Na. Jó, és akkor közben jöhetnek a kérdések, mert alapvetően a feladat az ennyi. Én még egy kicsit hekkelek rajta, hogy átírjuk C++-ba, de az már tényleg csak ilyen apróság, tehát nem olyan érdekes valójában, tehát már nem része a feladatnak. Jó? Úgyhogy nyugodtan jöhetnek most menet közben a kérdések, még van valamennyi kis időnk. Jó. Na és akkor ezt hogyan kéne átírni C++-ba? Hát ugye alapvetően én arra gondolnék, hogy egyrészt ezeket a sima tömböket kiírtjuk. Nem mondom, hogy feltétlenül muszáj lenne, de mondjuk ezt meg lehetne tenni. Csak hogy lássuk ugye a paraméter átadást, szerintem BevProgon még néztük is, hogy ugye először megírtuk tömbökkel, utána meg átírtuk vektorokra. Jó? Úgyhogy akkor ezt most tegyük is meg. Jó, tehát alapvetően a vektort már ismerjük. Tehát ugye ez legyen ilyen sima vektor, mármint hogy nyilván vektor, de ugye mivel hogy ez egy matrix, ezért ugye vektorok vektora lesz, és hát ugye már tudjuk nagyon jól, hogy ugye double-ök vektora. Ugye a név az maradjon, azt ne bántsuk, itt ugye ez nem fog kelleni, mert ugye a vektor azt tudni fogja, hogy mekkora legyen. Szóljatok, hogyha elírom. Jó, és akkor hát ezt simán csak itt kopizgatni fogjuk, mert ugye akkor innentől kezdve ez is vektor lesz, és ugye ez nem kell, meg ugye ez is vektor lesz. Jó, és akkor ugye itt ez a sima inicializáló listás, tehát ez a initializer list konstruktor fog kívódni, ugye a double, tehát a vektor osztálynak ez a initializer listes konstruktora, legalábbis ha jól tévedek. Jó. Na most itt nem is tudom, hogy kell nekünk valamit átírni. Talán annyit érdemes lenne, hogy ezeket a magic konstansokat kiszedjük, hogy mondjuk ez legyen a PR size, ugye itt már nekünk van egy size tagfüggvényünk, amit tudunk használni. Tehát alapvetően szerintem ez akár még jó is lehet. Viszont itt meg akkor mondjuk hát itt már használjuk mondjuk a PRV size-ot. Talán.
Ja. Ez így akár oké is lehet, és akkor itt megint használhatjuk a PR size-ot. Hát most az, hogy melyik jobb, hogy a PR vagy a PRV-t használjuk, szerintem mindegy. Itt most. Jó. Na. Hát talán ez így oké is. Amit még itt módosítanunk kell, nyilván itt a függvények paramétere, az egyrészt az, hogy itt már nem double tömb lesz, hanem ugye egy vektor. Mit akarunk itt kiírni? Itt a PR-t akarjuk kiírni. Hát a neven ne vált, hát itt mondjuk a név már más, de mindegy, akkor legyen egy ilyen vektor. Ugye? Jó, és ugye a darab az nem fog nekünk kelleni. Miért nem fog nekünk kelleni? Mert ugye a PR.size az nekünk itt elérhető. Jó, akkor itt is átírom a nevet PR-re. És akkor itt a darab az már nekünk nem fog kelleni. Jó, mindjárt ehhez még fűzünk hozzá, ezt most így előre így hagyom. De aki már látja, hogy mi az, amit még ezzel akarok csinálni, az már írhatja is. De ez így alapvetően szerintem jól néz ki. Hát itt átírhatnánk for each-re, mert az jobb lenne, vagy hát látványosabb lenne, de és maradhat egyelőre ez a sima for ciklus. Jó. És ugyanezt nyilván meg kell tennünk itt a távolságnál is. Tehát ugye a PR is, meg a PRV is ugye vektor legyen. És akkor ugye ide se kell a darab. Jó, mert itt a mehetünk ugye a PR size-ig. Jó, és remélhetőleg jól dolgoztunk. Hát printf maradhat, sqrt maradhat, igazából ami még nekünk kell, az ugye a vektor. És szerintem jó is vagyunk, de mentsük el más néven. És akkor, hát valamiért érzem, hogy hibákat fogunk kapni bőségesen. Igen, akkor hívási helyen is ezeket javítsuk. És szerintem, hát még akár jó is lehet, de pillancsunk rá. Oké, és hát lefordul, futtassuk le. Fantasztikus, ilyen is ritkán van, hogy rögtön egyből működik valami. Jó, de akkor nézzünk rá, hogy mi az, amin itt még lehetne esetleg javítani. Hát most ilyen, hogy ezt átírjuk for each-re, az már csak ilyen szépségtapasz. Talán ezek a vektorok itt rendben vannak, itt szerintem ez itt oké is. Hát szerintem itt se feltétlenül lenne muszáj nagyon hekkelgetni. Viszont a függvényeknél. Na itt mit lehetne még javítani? Kiteszem nagyban, mert már nem látjuk az egészet. Hogy néz ki itt most a paraméter átadás? Milyen paraméter átadás ez? Emlékezzünk a BevPro-ra. De beszéltük ezt már itt laborokon is. Na, hogyan adjuk át ezeket a vektorokat, mi szerint? Hát tényleg mindenki elaludt. Stoki, most arra kérdezel, hogy aszerint kellene, vagy aszerint van? Jó. Arcold vagy arcold már írja, hogy ez ugye érték szerinti paraméter átadás. Tehát mi fog történni? Ugye itt hívjuk a lokális PR meg PRV-vel ugye a távolság függvényt, és ugye itt a függvényen belül az itt lokális PRV meg PR, az egy másolata lesz ugye
a mainbeli vektornak. Tehát létrejön egy másolat. Ugye másolni fogunk. Hát azt mondja, most ilyen másoló konstruktor, ez az amaz, most az már más kérdés. Ugye itt a lényeg az, hogy ez a itt a függvényen belül lokális PR, meg a kinti PR, az nem ugyanaz lesz. Jó? Tehát amikor hívjuk a függvényt, lemásoljuk ezt a vektort. Le akarjuk mi ezt másolni? Ugyanígy a kiírnál is. Le akarjuk ezt mi másolni? Ugye ezek ilyen, hát mondhatnám, hogy ilyen segédfüggvények, most ugye itt egy kiír függvény van, itt csak ki akarjuk írni egy vektornak a tartalmát. Jó? Tehát itt lehet, hogy érdemes lenne simán csak átadni a ugye egy referenciát. Jó? Tehát ezt a referencia szerinti paraméter átadást használni. Jó? Mert igazából hogy miért? Mert ugye nyilván hatékonyság. Itt most 4 elemű a vektorunk, még azt mondja az ember, hogy az nem olyan sok, de itt fölösleges memóriaműveletek hajtódnak végre. Jó? Tehát nem biztos, hogy ennek van értelme, hogy mi azt lemásoljuk oda. Sőt, erőforrásokat spórolunk, hogyha nem másoljuk el. Jó, úgyhogy nyomjuk referencia szerint. Nyilván az eredmény ugyanaz lesz, tehát itt most nem nincs változás, de adjunk át referenciát. Ami nagyon fontos, jó, és ami még kimaradt, maradt-e még ki valami itt a paraméter átadás kapcsán? Emlékezzünk ismét a BevProgra. Jó, hogyha a függvényen belül nem változtatjuk meg az értékét, ugye a paraméternek, akkor dobjunk át const referenzt. Jó? És mivel, hogy se ennek nem változtatjuk meg az értékét, legalábbis így első ránézésre, ezért mindenhol jól működhet a const referenz. Mert ugye itt csak kiírunk, itt meg ugye csak látjuk, hogy access van, és csak valami más változóba számolunk valamit. Jó, hát na de hát próbáljuk ki, mert a fordító úgyis reklamál, hogyha nem így történik a dolog. Jó, tehát adjunk át const referencet. Oké is. Jó, mert így másolás se történik, csak ugye ez a PR tehát ugyanaz a objektum lesz nyilván, mint ez a PR, csak ugye egy másik név, ami ez esetben mondjuk így kiírva ugyanaz, de ez már részletkérdés, jó? Tehát ez a lokális PR, meg ez a lokális PR ugyanarra az objektumra fog hivatkozni. Na, és akkor ma itt fejeznénk be, itt állnánk meg, és itt most kérdezném azt, hogy van-e kérdés, egyet látok, hogy érkezett, tehát hogy van-e kérdés, világos volt eddig ez az első fejezet, hogy hogyan kell feldolgozni, mi jelenjen meg a könyvbe. Mondom, például ez a feladat C programot ír, de szerintem bajt nem csináltok azzal, hogyha ezt így átírjátok C++-ra is. Esetleg még itt lehet csinosítani egy ilyen for each-re. Itt is, hát for each-re nem biztos, de lehetne azért még így csinosítani. Jó, nyugodtan megtehetitek, esetleg a printf-et is cout-osra, ahogy gondoljátok. Jó, szóval mondom, ha van kérdés, dobjuk be, még van pár percünk, megbeszéljük. Jó, na egyre válaszolnék is. Master of Quick Chat kérdezte, hogy végig megyünk az egész könyvben, hogy hogyan is kellett volna pontosan megírni. Na most egyrészt az egész könyvön, de ugye már egy csomó fejezeten végigmentünk, most azokat beszéljük át, ami még nincs meg így videóba. Jó? Tehát ilyen videóanyagként még nincs meg. Ez az első 3 fejezet lenne, tehát a Turing-Chomsky-Cézár, ha jól tudom. Így van. Illetve a Mandelbroton átmegyünk még egyszer,
mert ott egy picit belemennénk részletesebben is, mert ott a könyv kidolgozását én kicsit olyan soványnak érzem a legtöbb beteknél. Jó? Tehát ezeken most gyorsan végig fogunk menni. Ugye amúgy is fél év vége van, Norbi is csinál sok videót, de inkább az lenne a szerencsés, hogy nyilván mi ezeken végigmegyünk, én legalábbis végigmegyek ezeken, és kicsit van mögött egy olyan elképzelés is, vagy egy olyan mögött egy szándék, hogy ne feltétlenül foglalkozzatok most nagyon, nagyon új anyaggal, hanem csináljátok meg a védési videókat. Jó? Meg legyünk túl a védési videókon, legyünk túl a proctoringon, ugye a kötelezően elírt proctoringokon, és én legalábbis addig megcsinálom ezt a három fejezetet. Ez durván, hát ez két hétbe bele fog férni, tehát ez a hét, meg a jövő hét szerintem erre fog elmenni. Emellett nyilván Norbi csinálja videókat, azt akarom is majd mondani, hogy az allokátoros videóit mindenképp nézzétek és csináljátok. Szerintem a napokban, hát múlt héten csinálta azt a két videót, szerintem az ő laborjaim vagy előadásom, nem tudom pontosan hol ment. Hát de a YouTube csatornáján megtaláljátok, csinálja az allokátoros példákat, azokat mindenképp nézzétek és csináljátok. Jó, mert az tényleg ez a kosztüm allokátor egy elég érdekes, tehát izgalmas téma. Jó, tehát ezt mindenképp csináljátok. Viszont én ezeket akarnám csinálgatni, hogy egyrészt meglegyen, meg mondom egy ilyen kicsit ilyen mögöttes cél az is, hogy közben tudjátok csinálni a védési videókat. Jó? És ez alapján tudjátok javítani a könyveteket is. Tehát akinek esetleg hiányos egy kicsit, vagy mondjuk laborom, még amikor úgymond a hagyományos volt a labor addig vagy nem volt ott, vagy nem figyelt oda, vagy nem jegyzetelt eleget, hogy mit is kell csinálni, az ezek alapján, a videók alapján már el tud igazodni. Jó, tehát ez lenne a célja ennek a pár videónak. Arról nem is beszélve, hogy a múlt hét nekem olyan sűrű volt, hogy nem nagyon tudtam új anyagot kitalálni, de ezt nem mondjátok el senkinek. Jó, oké is. Na. Szóval, mondom, ennyi lenne igazából most ez a Turing fejezet. Egy feladat még van. Azt csütörtökön megnézzük szokott időbe, tehát 10 órakor kezdünk, és hát egy óra 40 percig tart a dolog. Ugye megcsináljuk a labdapattogás feladatot, meg akkor elkezdjük a Chomsky fejezetet. Egyrészt ugye ott ugye a hivatkozási nyelv van, ugye a legszeres példák, források olvasása, deklaráció, ilyesmi. Jó? Tehát ezeket fogjuk megnézni jövő héten, hát ameddig jutunk. Jó, addig jutunk, de szerintem azt be fogjuk tudni fejezni. Jó. Hogy mi a véleményem a Valorant kernel szintű anti-cheatjéhez? Flor, való igaz, hogy nem annyira off-topic, mert programozás van benne, viszont még nem tudtam tájékozódni az ügybe. Mondogatja mindenki, hogy milyen érdekes anti-cheat, meg hogy ilyeneket is olvastam már, hogy mindenféle játéknak az FPS-ét visszafogja, mert hogy az egész oprendszert visszafogja. Utána nézek, beszélünk róla. Jó? Még e-sporton se tudunk erről beszélni, mert mondom, még nem tájékozódtam ennek kapcsán. Olvasgattam egy-két dolgot, de nagyon felületesen, mert a múlt hét baromi sűrű volt, nekem nem tudtam vele foglalkozni. Jó? De utána olvasok, utána nézek, megbeszéljük. Mindent megállítsak a hackereket, nem? Hát azért, na mindegy, meglátjuk. Hát az összeesküvés elméletek kifogyhatatlan tárháza mindig, ha egy kínai cég valamit csinál. Jó. Na, mivel hogy az óra végére értünk, ezért én elköszönök. Megköszönöm, hogy itt voltatok, tényleg megint ilyen szép számban jelen voltunk ezen az órán. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kérdésetek van, a szokott fórumokon föltehetitek, UDProg, Discord, e-mail,
tényleg a szokott fórumokat nyugodtan dobjátok. Ez a videó is, mint az összes többi, fölkerül YouTube-ra, oda is jöhetnek kommentbe a kérdések. Oké is. Na, hát akkor köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és mi hamarosan folytatjuk itt e-sportórával, nektek pedig további szép napot, csütörtökön találkozunk. Na, hello!